Tavaszhoz nagyon gyönyörű. Szeretem az erdőbe a hóvirágot lopni, igaz, hogy büntetnek érte. Meg a gyöngyvirágot is szeretem szedni, mert a lányokat ilyenkor szeretem a legjobban meglátni, mert a lányok azok nagyon szeretik az ilyen kedvességeket a tavasz idején. És akárhány lánynak eddig vittem gyöngyvirágot, hóvirágot, mindig megkaptam a jutalmamat érte, örömmel fogadták és szeretetet mutattak irántam. Annak ellenére, hogy csóró kis templomi egér vagyok, de nagyon jó velük mindig. Hát most egy kicsikét elengedem magamat. Van egy kis házi borom, meghúzom. Nem sokat iszok meg, naponta egy litert, de nagyon jó, mert ez legalább nem kocsma töltelékbor. És nagyon jó házi bor, és olyan háztól hozom, ami igazán nagyon-nagyon kedves emberektől származik, és tudom, hogy nem csinálják a bort, és nagyon jó, finom, eredeti tőke bor. Saját szememben tapasztaltam a pincébe benne, hogy bevittek a pincébe a hordó mellé, és saját magam csapolhattam ki belőle ezt az egy liter bort. Hát a mai napi kajám az egy kicsikét szegényes hó, egy kis sült oldalas, egy kis leves, egy kis gyümölcs, egy pár alma, éjszakánként egy pár almát, egy kis gyümölcskonzervet megeszek, amikor telik. Hát ennyi. Köszönjük szépen a nyilatkozatot. Nagyon szíves. Időben. Hát ebben a gyönyörű időben nagyon szépek a Sambion gombák, a Szabadegyházi úton belül ott az erdős résznél, és nagyon szépek a csigabigák, és a csigabigákból is nagyon szép, finom pörköltet lehet csinálni, csak megfelelő feltételekkel kell elkészíteni. Na most a csigabiga pörkölt az úgy működik, a legtisztább állat a csigabiga, mivel csak növényt eszik, és le kell csípni a szarvát neki, aztán szépen beletenni lobogó forró vízbe, és akkor szépen kijön a házikójából, és akkor utána fel kell vágni a kis hasikáját, és egy szál zöld bél van benne, ezt kimossuk. A legtisztább állat a világon, mivel csak növényt fogyaszt. Na most a következő délutáni program pedig az, hogy elmegyünk, körülnézünk az erdőbe, és ibolyát, és ezt a drága, úgynevezett hófehér. Na mindegy, vége. Hát, köszönjük szépen a nyilatkozatot! Hát a stucz, a sárosdó, kérem szépen, nagyon szép madár. Kardos Péter bátyámnál van egy pár darab, nagyon szép madár. Hát ahogy a tanulmányomat átolvastam az újságokban és a könyvekben, nagyon, nagyon veszélyes madár egyébként, mert a rugása hatalmas. Szóval egy frankó tökör rugás az úgy körülbelül egy évre, az biztos, hogy a mogyoróidat utána beleteheted zacskóba, meg mindenféle ápolási cikkekbe. De ezek a madarak fantasztikus madarak. Én a dél-afrikai filmekben láttam ezt a struc versenyt, és nagyon szívesen kipróbálnám, hogyha egyszer a Péter bátyám megengedné, hogy ezt a madarat fölszerszámozzam. Hát aféle, mindenféle szíjakkal ugye ezt a madarat föl kell szerszámozni, meg ugye a nyelvén kell tudni neki. Csak a filmben látom, hozzáteszem. És nagyon-nagyon gyors madarak, állítólag 80-100 km sebességgel is képesek száguldozni ezek a madarak, de viszont kell hozzá megfelelő nyereg, megfelelő szerszám, bőrszerszám, mindenféle. És nagyon csodálatos madarak, csak az a dolog benne végül is, ahogy a filmekben láttam én, hogy ezeket a madarak igenis nagyon a közelükbe kell érni, és szóval tudni kell a nevüket, az elnevezésüket, és hogy tudják ezeket a madarakat, és nagyon-nagyon szelíd jószágok. Hát most azt mondanák, hogy meg lehet enni. Magyarországon sokszor láttam már ilyen filmekben, hogy megeszik ezeket a szerencsétlen madarakat, mert azt mondják, nagyon finom, de viszont én szívem szerint
én állatparti ember vagyok. Én nagyon szeretem az állatokat, bármilyen fajta állatot nagyon tudok szeretni, és a strucok az első, nagyon első számú madarak, és a következő, amik az ausztráliai kenguru, a legszívesen beleülnék az erszényébe, és kipróbálnám, hogy hogy tud ugrálni velem egy 75 kilós ember. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a nyilatkozatot. Szevasz, Ica.